férjemmel mindketten kisgyermekkorunk óta járunk ebbe a templomba, és aztán 33 évvel ezelőtt történt, ami az egymásra találásunk, egy szent mise után, és onnastól gyakorlatilag összefonódott az életünk, és már együtt jártunk szent misére. Aztán, amikor megszülettek a gyermekeink, akkor pedig őket is hoztuk magunkkal minden egyes vasárnap, egészen pici koroktól. Zoltán atya felkérésére részt szoktunk venni a jegyespárok házasságkötés előtti felkészítésében, ami egy nagyon személyes hangvételű szép feladat beszélgetni a fiatalokkal a házasságról, a család kincseiről, és egyáltalán arról, hogy a hit hogyan nyújt kapaszkodót a mindennapokban. Azt gondolom, hogy szülőként a legszebb küldetést kaptuk az Úrtól, azt, hogy terelgessük a családunkat itt a földi létben, és hogy átadjuk a hitet a gyermekeinknek, ami nem könnyű ebben a mai értékválsággal küzdő világban, de amikor eljövünk ide a templomba, akkor mindig megerősítést és biztatást kapunk. Szent József oltárt restaurálhattam, közösen Wagner Saroltam művésznővel. Ez pont az idén történt, most lettünk kész vele össze. Tényleg olyan feladat volt számomra, ami gyerekkori álom. Tehát, hogy nem gondoltam volna kisgyerekként, hogy én majd ezt az oltárt én fogom javítani vagy restaurálni, de mégis a Jóisten valahogy úgy hozta és úgy irányította a sorsomat, hogy részt vettem ebbe a munkába. Nyilván nekem a zene az egyik legfontosabb dolog az életemben. Na most, hogy ezt tudtam átplantálni a templomi környezetbe, ez egy olyan szolgálat, amivel én többet nem tudnék adni. Tehát bármi más csinálok, én úgy gondolom, hogy ennél érzelmesebben, ennél impresszívebben nem bírnám kifejezni magam, mint a közösség terén, mint művészi vonalon. És igazából ez nekem sose volt munka, sose volt feladat, mindig örömből csináltam, mindig azért, mert ez az életem. És az, hogy itt a közösségnek tudtam zenélni, illetve olyan élményeket okozni egyes embereknek, az nekem mindenféleképpen boldogsággal tölti a szívem. Kiskörünkben a családunkkal az első vacsorokban ültünk, és a szent misék alatt mindig a zenekart és a zenészeket néztük, ahogy játszanak, és már akkor is csodálkoztam rajta, hogy milyen szerencsések, hogy ők így fejezhetik ki imádságukat egy szent misé alatt, és most megadatott nekem is az a lehetőség, hogy a zenekar tagjaként teljesíthetek zenei szolgálatot itt a templomunkban. Kamaszkoromban egyik vasárnap édesanyám elindított a templomba, de nekem nem volt hozzá kedvem, és helyette jót kerékpároztam a városban, majd miután, mint aki jól végezte dolgát, hazamentem. És ez a kis személyes történet azt üzeni nekem, hogy a Jóistenhez vezető út nem mindig egyenes, de a templom mindig nyitva áll, és oda bármikor betérhetünk, vagy visszatérhetünk. Mint építészetileg a templom leköt, nyilván a lelki síkja az egy teljesen más dolog. Tehát azt másképp élem meg. Amikor eljövök néha alkalomattán templomban, mindig kiposztolok egy képet a templomról, ugye erről. És ezt megnézi 200-300 ember, és mindig erről az épületről rakom ki a képet, de mégse az épület a lényeg igazából, hanem hogy itt vagyok. Leginkább az első gondolatom a templommal kapcsolatban, hogy milyen sok arca van. Számomra nagyon meghatározók a hajnali misék, akkor teljesen más arcát látom a félhomályban ennek a templomnak, de teljesen más arcát látom egy vasárnapi délelőtti misén, vagy teljesen más arcát látom, amikor például az egyik Vox koncertünk volt itt.